Krisztián, ott van a dög. Te jobbról került. Én a part felől közelítem. Okés. Jaj, ne! Megy be az erdőbe! Nem baj! Legalább a fák körül tudunk táncolni, és akkor könnyebb őt bekeríteni. Okés, Máté, erre gyere! Most megbasszulunk, te dög! Tönkretetted az életünket! Most mi elvesszük a tiédet! Máté, merre vagy? Itt vagyok! Ott van! Látom! Okés. Máté! Háromra támadás! Egy, kettő, három! Eltaláltam! Nem tudok futni! Te mocskos! Meghalsz! Ezt nem hiszem el. Másodszor is megalázott! Valami sürgős Máté. Dolgot ki kell találni, hogy elpusztítsuk ezt a szörnyeteget! Máté, ezt nem hiszem el! Túl gyengék vagyunk még mindig! Hát ezt nem hiszem el! Azt hittem, hogy most sikerülni fog! Kicsit fagyjál már a csöcsetből, hogy ne rengjen ennyire, mikor ordítasz. Máté! Mi az? Észrevetted, hogy mi történt? Mi? Pillanatok alatt megölt minket. Hát igen. Az a baj, hogy túl kevés az életünk. Valahogy föl kell vinnünk, vagy tudom már, a védekezésünket kell fölvinni. Mi az, hogy fölvinni? Hova viszed fel? Máté. Bemeletre. Páncélra van szükségünk. Páncélra. Nézd meg, hogy tudunk-e kraftolni valamiféle páncélt. Jó, hát van itt ilyen ruha, de hát azt gondolom nem véd valami de sokat. De nekem az volt. Az a baj, ez nem páncél még. Valami páncélt kell keresni. Krisztián, bőrpáncél. Az már lehet, hogy jó lesz. Hát az már biztos jó. Lehet sapkát, cipőt, kesztyűt, igen. Inget, meg nadrágot. Jó van, az elég sok minden, úgyhogy szerintem lehet arra lesz szükségünk, hogy azt megszerezzük. És mik kellenek ahhoz? Mi kell a lekraftolásához? Bőr és fiber, viszont nagyon sok bőrre lesz szükségünk. Aha, jól van. Máté, mondom a tervemet. Az első tervem az az, hogy mivel a srácok nagyon szeretik ezt az árkos videókat, ezért, hogyha meg lesz ezen a videón a 10 000 like, akkor kimegyünk az óceánra tutajjal. A második tervem az pedig, tudod mi, Máté? Na mi? Emlékszel az elején arra az időgépre, amit találtunk? És igen. 15-ös szintnél nyithattuk ki. Igen, és már 19-es vagy, meg én is már nem is tudom hanyas. Igen, és hát ha abba találunk Hyde-ot. És tudod mire is gondoltam? Meg nem az, hanem lehet, hogy találunk valami olyan dolgot, ami segít, hogy könnyebben le tudjuk győzni azt a szörnyetege. Igen, az is lehet. Oké, és még vannak terveim, például az, hogy ugye az a teknős az elég lassú. És azon gondolkoztam, hogy azt a csúzlival megpróbálnánk legyőzni, és megnézzük, hogy mit dob. Jó, viszont Krista, mely úgy nézel ki, mint a Shrekből az a kis Z-emberke, az a Lord. Lord Farquaad. Aha. Na hello, srácok, ez itt a következő árkos videó, és a második részt is elképesztően nagyon szerettétek, szóval nagyon szépen köszönjük, srácok. Remélem, hogy továbbra is szeretni fogjátok ezt a sorozatot, és folytatjuk is tovább. Megpróbáljuk összeszedni magunkat, és legyőzni ezt a macskas kis dögöt, aki tönkretette az életünket. Mit csinálsz ott a víz közepén amúgy? Átmentem a cuccaimért. Ja, és meglettek? Igen. Jó, akkor én sem meg. Sajnos még nem sikerült legyőznünk, mert hát ez a csúzli, ez valljuk be, nem a legerősebb fegyver, hogy legyőzzük ezt az... Azt is nem ad komolyan. Mi azt hittem engem támad, de nem. Szóval ez a csúzli, ez nem a legerősebb fegyver, hogy legyőzzük ezt a dínót, de nem baj, majd megtaláljuk a módját. Ennek a kis dögnek a legyőzésének a módszerét megtaláljuk. Na, kérem ide a cuccaim, és megyek is vissza. Várja, mit is kell a lesz death, és akkor mi R betű? Igen, ja, tényleg. Igen. Oké, okay. Máté, itt láttam ilyen mindenféle kis állat. Ott van. Az dob Hyde-ot, szóval azt le kéne. Úgyhogy ez a... Ezt le kéne zúzni. Gyere. Ott csapkodja valami a nagy farkát. Máté, gyere. Ja, az a nagy nyakú. Az is nagyon veszélyesnek tűnik.
Máté, mivel hide-ot kell szereznünk a bőrpáncél elkészítéséhez, ugye akkor most az a cél, aha, szóval ezt már öletjük is. Hia, hia. És téged találok el. Már megint. Azt a milyen erős ez? De én nem tudok most lőni, meg semmi, de meg... De ne lőj, hanem üssed! De nem csinálom semmi ütős. Mi a kezed? Ez az, kinyírtam! Na, add hide-ot. Hú, viccelsz! Azt a 25 hide-ot adott! Azt, akkor már csináljuk is az első uh-huh bőrpáncél darabot. Ez az! Oh, majdnem utalért minket, szóval ja, tök dino. Viszont Mati, nagyon sokra lesz még szükségünk. Majdnem tönkre ment a baltám, míg leütöttem. Oké, és Máté, na akkor most azt kéne csinálni, hogy meg kéne próbálni azt a teknőst is leölni. Jó. És megnézni, hogy ad-e valami jót. Oké, csináljunk már raftot, és akkor tudunk ide-oda mászkálni, ne kelljen úszkálni, és akkor megkaszkáztatjuk a halálunkat. Azaz tutaj? Tutajt, igen. Oké, és hát csináltunk, meg kell nézni, hogy mi kell hozzá. Oké, én akkor lehet, hogy legyártok egy aját, mert az azért hasznos lenne. Máté, a páncélokat kiképezzem én, hogy én tudjam craftolni? Igen, igen. Amúgy srácok, azt beszéltük a Krisszel, hogy ilyen olyan dolgokat képeznék, ami ilyen építkezős dolgok, mert én kb. Azokat is képeztem eddig is. És a Krisztián meg ilyen páncél, meg ilyesmiféle dolgokat képezne, mert mondtatok nagyon sok tippet a kommentekben, amit nagyon szépen köszönünk, srácok. Ezek között a tippek között volt például az is, hogy ne képezzünk mind a ketten ugyanazokat a dolgokat, mert fölösleges. Mert ugye, hogyha a Krisztián kiképzi a bőrpáncélt, akkor ő azt már tudja kraftolni, és nekem is tud belőle kraftolni. Szóval fölösleges nekem is kiképezni, és cseszni a pontjaimat. Oké, és na akkor én kiképzem a bőrpáncélt, és akkor megnézzük, hogy oké, mi lesz. Oké, na viszont én a tutajt akkor megnézem, hogy mi kell hozzá, mert az azért jó lenne, ha lenne egy tutajunk. Itt is van 75 hide, hát az elég sok, 250 wood és 125 fiber. Aha, az a hide-ot leszámítva az... Egész. Azaz a bőrt leszámítva, elég jó. Igen, viszont akkor én ezt kiképzem. Meg van itt még nagyon sok minden hasznos dolog, például horgászbot, amit nem tudom, hogy mire lehet használni, de tök jó. Vannak már itt székek, asztalok, meg mindenféle dolgok. Nem tudom, hogy mi kell hozzá. Van már metál ingotunk? Nem, viszont van 3 metálunk. Can be refined in a forge. És lehet belőle vastömböt csinálni, csak kell hozzá egy kemence. Refining forge, itt van. De ehhez is 65 hide kell, mi a franc? Na mindegy, kiképzem ezt is, és akkor már lehetne vascsákányt, meg vasbaltát. Az gondolom azért jobb. Hát biztos az. Máté, adok ajándékot, gyere! Na, mi az? Azt a mi ez? Hát hogy csináltad? Na nézzük, hogy fog állni. Wow, nagyon menő, nem mondom. Jaja, és várja, hol mutatja, hogy mennyi páncélod van? Ott van armor, 20 armorom van, ott középen. Na és ez mi? Ez most miért jelent itt meg? Torpiditi. Na ez mit jelent, srácok? Írjátok le a kommentbe. Ott van, neked 40 armorod van, neked dupla annyi armorod van. De hol lehet látni? Ja, armor 40, aha. Máté, meg kéne keresnünk a kedves kis... Ja, az űrhajónkat? Mentél nem a űrhajónkat, igen, időgépünket? Igen, és fogni kéne, és bele kéne nézni, hogy mi van benne. Úgyhogy szerintem erre kerüljünk, és nézzük meg. És ide szarék. Jó kis kakesz, makesz. Te látod, amit én látok? Mert én hide-ot látok a szemem előtt. Igen? Te is igaz. Ajaj. Hó. Ez miféle hide? Ez vajon megtámad, hogyha mi is megtámadjuk? Nem tudom, de öljük ezt a... Ezt öljük. Hide-ot. Van nálad fegyver? Van, igen. Három red, egy, kettő. Mi? Máté, figyelj! Nyugi, ez csak az a nyakas. Tudom, de gyorsan öljük le. Gyere! Jaha! Miért nincs nálam fegyver? Jaj, ne, zöld lett a kép! Jó, meghalt! Azaz! Zöld lett a kép! Zöld! Jó, van nád kaja? Visszajött. Nincs sajnos. Ezt nem hiszem el, de béna. Csak nyers hús van. Oké, és na öljük meg ezt is. Oké. Három! De most mondom, három, kettő, egy, te! Majd jaj, bocs! Véletlen volt! Jaj, ne, túl gyors! Azt mindegy, de... Már elé kell futni! Jaj, vigyázz, vigyázz! Azt is őt! Máté! Gyerünk! De amúgy egymást tudjuk ütni? Ez az! Szerintem igen. Azaz, jó van, adja a hájzat! Jó van! Azta! Hú!
Juhú! Na mennyi hide-unk van? Mennyi hide-unk van, várja. 50! 50 hide-unk van. Azta annyi hide-unk van, hogy beszartál. Beszarok, annyi hide-unk. Mi az az elefánt? Ja, ez csak egy kő. Mi az az elefánt? Várja, Máté, nézzünk itt körbe, mert az a baj, hogy beleszaladunk a pofonfába itt majd. Igen, ott szalad ott valami. Ott verekednek. Azta! Hol vagy? Ott vere, gyere! Eltűnt a szemem elő. Gyere, csapjuk le a kis majomot. Majomot? Vaj, kettő is van! Meg ki mini? Azt a nagyokat üsd! Gyere a nagyokat! Leköp! Azaz, meghalt! Meg fogok halni! Fos! Ez a nyede! Vigyázz! Támad! Támad! Nem tudom! Meg fog halni! Nagyon Máté. Kevés az életem! Máté, muszáj! Muszáj valami kaját! Haza kell mennünk, megsütni ezt sok. Jó, itt van, itt van, itt van, tessék! Adj! Kaját! Ödd meg! Okay. Megromlott valami a inventory-ban, mindegy, eldobom. Jól van. Jaj, okay, nyugodjunk kusi. Le, nyugodjunk jaj, le. Jaj, azt ne, hogy megegyem. A szart. Mi ment le az életem? Megy lefele az életem de nekem. De miért? Is. Meg fog halni, Máté? Viszlát! Viszlát, testvérem! Ne! És nem tudok visszaspawnolni. Várj! Visszaviszlek, barátom! Azaz viszont! Visszahoztam a tested ide! Tessék! Köszönöm szépen! Hogy nézett ki? Úgy nézett, ilyen szép. Mi a? Asztal! Meg fog halni! Tiszta lila véres van! Meg fogok halni! Gyorsan! Máté! Viszlát, barátom! Ne! Jó. Újra élettem, nem tudom, hol vagyok. Oké, és a utolsó halálodat meg kell nézni. Jó, van 8 utolsó halálom, de amúgy itt vagyok mellette, 70 jó. Méterre. Máté, na. Vissza kell szedned a cuccaidat, neked is. Ja. Jó, hogy idehoztad a testemet, mert... Tudom. Mert így most akkor nekem is van. Nézzél! Azt, milyen jó képű ember vagyok! Hát az eljön már meg a menet. Na. Jó van, most már akkor arra is rájöttem, hogy ha megsebződsz, akkor továbbra is csökken az életed. Szóval ezt igen. Figyelembe kell venni. Szerintem menjünk haza. Hol is? Hol is van az otthonunk? Hol is van az otthonunk? Hol is van az otthonunk? Először menjünk erre. El a... Erre van. Várjál először, tudom hol van az időgépünk, Krisz. Menjünk el oda először. Oké, és menjünk Dodo. El. Dodo, azt mindig ölni kell a Dodót, amint látsz a Dodó. Máté, amúgy most eszembe. Ez a játék, ez bemutatta, hogy miért haltak ki a Dodó. Mert? Hát, mert nagyon könnyű. Préda volt, és akkor mindig leölték őket. Na, hol volt az időgépünk? Ott volt pedig. De most nem látom már. Lehet, hogy eltűnt. Már megint meg fog halni. Mit bénázol? Injured vagyok. De miért vagy injured? Nem tudom. Már meg fog halni. Miért? Miért halok meg? Megy le az életem folyamatosan. Viszlát, Krisz. Gyorsan menj be izébe és egyéb bogyókat. De csak a tésztiket. Halni. Azt a narkó bogyót, azt ne egyed. Meghalok. Máté, és hiába. Viszlát. Nekem is megy de le de most tényleg meg fog halni. Viszlát, Krisz! Találkozunk a túlvilágon! Gyere már! Ne! Megint meghalt, de miért halunk meg? Nem is csinálunk semmi pedig olyat. Injured voltam. Na gyere vissza! Jó, hát próbálok, de most miért haltam meg 8-a egymás után? Nem tudom, nekem is... Miért? Ömlik lefele az életem! Jaj, vagyok. Egyre jobban! Egyre gyorsabban! Gyorsabb futás... Már futt is ja, tudod! Ja, várjál! Hipotermia! Ez komoly! És hipotermiás hogy állapotba kerültem! És nem tudunk hazamenni. Máté, én is meg fogok halni! Ne! Várj, felveszem a tested. Hogy merre tudok hazamenni? Ne, Krisz! Nyugodj meg! Nyugodj meg először! Mielőtt meghalsz, nyugodj meg! Várjál, mielőtt újraéledsz! Hozom a tested, barátom! Ja, itt vagy tőlem, nem messze. Itt jó. Van a macskos tested, tessék! Injured vagyok. Hogy kell azt izélni? Nem tudom, szaladjunk haza és együnk. Gyere, gyere, gyorsan! Futni kell! Nagyon megy le az életem! Hiaha! Hiaha! De miért vagyok injured? Eddig ilyen nem volt. You are injured. Recover some health in order to move properly again.
Már megint injured vagy? Igen. Ne, és itt van a dino, és itt fog meghalni! Hol le kell mennem oda, Paltra? Hol a házunk? Itt vagyok! Kövess engem! Hát jó, nem tudom, hogy hol van az. Hát a nevem. Nem látom a pénye nevedet. Ja, nem vagyunk Tribe-ban. Ja, tényleg. Meg fog halni. És itt a dino mellettem! De miért? Most fog meghalni ebben a pillanatban, és jön felém a dino. Látom. Jaj, ne itt van! Bemászok ide! Mi van itt? Máté, valahogy haza kell juttatni, haza kell juttatni a cuccainkat. Várj! Jó, megy fel az életem! Jó, egy kicsit pihenj, Máté! Jó! Gyere! Pihenj egy kicsit! Most itt eszembe! Ja nem, jó, felszedtem a cuccokat. Vigyázz! Madár! Máté, valahogy haza kell jutnunk, úgyhogy ez a büdös dino elhúz innen! Haza kell úsznunk! Srácok, miért voltam innyured, és miért ment le az életem? Szóval ki mondja el nekem. Itt vajon át tudok úszni, úgyhogy nem halkan? Tribaltunk? Vagy tribaltál már? Mindjárt kívülök. Csak haza kell jutnunk. Jó, csak én ha mozgok, meghalok. Gyorsan így gyere át! Miközben mozgok, halok. Oké, és gyorsan átjutottam, gyorsan sütök húst. Én kicsit itt még pihenek, Krisz, hogy még felmegy az életem. Mennyi hájdod van amúgy? 53. Nekem van 9, majd mindjárt odaadom. 39 hús van nálam, Máté. Ez egész évben elélünk ebből a rengeteg húsból. Lehet gyorsabban sütni húst, vajon? Oké, most már nem dobog a szívem. Most már jól vagyok. Most már nem dobog a szívem, jó van. Oké, na most már szerintem tudok kúszni. Vagy mi? Most már tudok futni, jó van? Na megyek haza. Ott azon a sziklás, vizes részen ugrálj át és úsz át. Engem se támadott meg semmi. Ott a házunk. Mindjárt hazaérek. Én is jövök, Máté. Oké. 50 ilyen bőrünk van. Azon gondolkoztam, hogy lehet meg kell csinálni egy ágyat, hogy akkor itt éledjünk. Mert ugye igen, jól szerintem működött is az a hálózsák. Igen. Hát és beleszarsz a tűz helybe. Hát figyelj. Hát miért képzálsz magadról? Kis plusz tűzerő. Egy simple bedet meg kéne csinálni. Jó, oké, és várjál, lekraftolom az egyszerű ágyat. Oké, és berendezzük ezt a kis lakást amúgy szerinted. Hé, nem még a tűz. Rakok rá 47 fát, az csak elég lesz. Meggyula. Jó lett ez a kis ház, nem srácok? Amúgy egy kicsit majd még nagyobbítom szerintem így oldalra is, meg hátrafelé. Csak a tetőt nem tudom, hogy fogom tudni megcsinálni, hogy szép legyen. Odaadom Krisz neked a bőröket. Oké, és? És nálam is van amúgy husi, de berakja a húst, és nem gyújtja meg a tüzet. Oké, és gyújtsd meg a tüzet! Gyorsan! Hát az fontos, hogy meggyulladjon. Ezt a dobozt is be kéne vinni. Szerintem be is viszem, és akkor beviszem a cuccokat is. Tehát, hogy bent legyen, hogy ne itt kinkeljen. Igen. Tárolgatni mindent. Jól van. Na, lerakom ezt ide, srácok. Ú, de jó. Ez pont a kertesen odaillik. Megvan az összes hozzávaló. Már is kraftolom az ágyat. Gyere, Máté. Hova tegyem az ágyat, te is mondd. Itt vagyok, hát oda, ahol volt a másik, ide nézd. Ide. Nem. Mesélj, nem. Én nem oda akarom. Tök mindegy, hogy hova rakod, az a lényeg, hogy legyen itt egy ágy, és kész. Viszont hívd meg a törzsedbe, meg nem vagyok törzstag. Hogy kell forgatni? Ha lerakod, akkor lehet forgatni. Uh-huh. Jó, ez akkor most forgass be. Hogy mi? Akkor most forgasd. Miért forgatnám be? Hát neked kell beforgatni, okos Tódor. Megnyomod a gombot, és lehet forgatni. Jó, hát most már így maradt, mert hát, nem. De ez így jó. És okay. Akkor ez most már respawn point, remélem. Hívjál már meg a törzsedbe. Jó, várja. Meghívlak törzsbe. Nem, próbótálni tudlak. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy benne vagy a törzsemben. Ja, igen? Akkor igen. Jó. Akkor törzstag vagyok már. Na, mi volt ez? Mert csak véletlenül kialusztattam a tüzet. Ja. Oké. Srácok, azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan lehetőség, beraktam a bört a ládába, Krisz. Van-e olyan lehetőség, hogy a tűznél ne a put out fire legyen az elsődleges E gomb, hanem az Access Inventory. Mert az jó lenne, hogyha nem folyamatosan kialusztatnánk a tüzet. Na de mindegy. Krisztián, de ne felejtsük el, hogy ez a dög még mindig itt. Én egyáltalán nem felejtettem el, ugyanis most azért. Hol van? Egy bőnya, azért néz a szerep. Hol a szarom? Hol a kakesz? Nem találom, na mindegy. Hallod, Máté? Először is vedd föl a páncélodat, amit már legyártottunk. Milyen páncélomat? Milyen páncélom? Nincs is páncélom. De. Máté, ne szórakozzál velem! Vedd föl a páncélodat, amit legyártottunk. Itt van.
Rajtam van. Ja, jó. Oké. Na, akkor gyere. És ölnünk kell még dinokat. Máté, kéne keresni... De várjál! Mert most ez nem volt jó, ez az előző. Hát persze, mert nem volt kajánk. Azért kell most kaját gyártani. Jó, de hát akkor ne induljál megfele. És már itt elromlott a hús. Hát nem hiszem ő. Ami ez a sok tudta, ami így eldobódik, az eltűnik egy idő után. Hát nem tudom. Lelőjöm ezt a madarat? Decomposes, az mit jelent? Inkább ne lőd le a madarat, te ökörbarom! Hát nem lőttem le, hát ő támadott meg. Jó van, elment. Várjál, csináltam bunkós botot. Az amúgy nem hülyeség, mert azzal ki lehet így ütni az állatokat. Tudod? Ezzel szerintem tudja, hogy nagyon sokat lehet sebezni, nem? Hát jobban, mint a bal. Hát majd ki tudja. Máté, és tudom, mit tudunk nem még írja, csinálni. Nem írja, hogy mennyit sebez. Máté, tudunk, mit tudunk még gyártani. Na? Íjat. Az amúgy nem hülyeség. És lehet hozzá, és azt elég egyszerű is gyártani. És a nyilvesszőt is hozzá, és azzal szerintem többet tudunk sebezni ennek a büdös nagy dínónak. Szuper. Szerintem, hogyha már meg lesz Máté a páncélzatunk, és meg lesz az íjunk, meg a nyilveszünk, akkor most már el tudunk bánni vele. Viszont gyere csak! Itt van a ládában még 25 hide, abból nem tudsz megcsinálni valami nekem? Hát tudok, de szedjünk össze minél többet. Hát jó van, de hát, hogyha több páncél van rajtam, akkor jobban tudok ölni. Na várj, én is csinálok valami fegyvert, vagy nekem is tudsz csinálni fegyvert? Hát bunkós botot kéne neked is, nem? Hát az jobb, igen. Jó, akkor ez torch, ez nem bunkós bot? Hol van? Még kell egy fiber, ezt nem hiszem el, várja. Máté, szerinted az megtámad minket, az a ilyen... aminek ilyen bot van a fején, az a dino? Fogalmam nincs. Hú, kösz bunkós botamát, kedves. Mondjuk, hogyha bunkós bottal most rámegyünk, és jó agyon vágjuk, akkor szerinted megtámad minket? Hát, az. Uh-huh. Hanya szintű, meg kell nézni. Megnézem. 8-as. Megpróbáljuk leverni? Hát közel vagyunk, szóval megpróbáljuk. Oké, na 3-ra. Oké. Okay. 1, 2, 3. Hiya! Igen, megtámad. Menekül. Túl gyors. Hé, nem lehet ütni. Oké. Yeah! Fenébe elmenekült. Máté, lehet, hogy de miért 3 méterre lövi el a füzéket? Lehet, hogy ki... Jön vissza! Oké, és 2-t rá tudtam csapni. Halljál már meg! Máté, úgy látszik nem támad, szóval kergetőzhetünk vele. Oké. Okay. Azt, hogy kicselezett! Az az üst! Nincs energiám már. Nem szabad nagyon futnom. A fenébe. Máté, ez annyi hide-ot fog adni, hogy... Hát ez nagyon sokat. Jövőre is elég lesz, hidd el nekem. Szép volt! Szép volt! Azaz. 3 méterre repül. Tudom, ezt mondom. Hajj már meg! Vigyázz az energiádra. Fenébe. Nagyon elszalad. Máté, figyeld... Jó, visszafordult! Az! Unconscious! Juhu! Jó. Máté, le kell ütni. De várjál, ha meghal, akkor bal támad. De ezt amúgy tudnánk izélni is. Értem, de most nem arra van szükségünk. Témelni. Ez az, meghalt. Jó. Jó, Máté. Baltával. Baltával, vagy csákánnyal a több hide-ot. Én baltával öltem, és 31 hide-ot adott az a kis manó, szóval. Ez a kis disznó, az a vízi disznó. Oké, na akkor én is ütöm. Akkor elkezdem ütni. Vagy ütötte? Ütöm én inkább. Azt a 38-at adott, te mennyi? Neked mennyit? Nekem 0, én nem ütöttem. Nem ütötted? Jó. 51 hide-unk van, ez az! Az az! Jó ez a bunkós bot! Ja, elég jó. Mondjuk sok ideig tartott le... Ja, de mondjuk jó sok ideig tartott leütni, hallod? Hát jó, de nagy gondolom csak élete is volt. Érted? Hát lehet. Aj, már ez a... Matár, nem jó, hiszem el. Jó, ez a matár is sokat ad. Máté, gyorsan! Csak nehéz eltalálni. Mennyi husi van? 16! Woohoo! Hú, az nekem is jelent, mert nekem egy szál sincs. Jó, gondolom, akkor... Gondolom, hogy megint az összeset kivetted. Várjál, kiveszem, és akkor... A felét vett ki. Hát, de nem tudom a felét kivenni, hanem várjál, elfelezem. Fritz, te kállt, és akkor drop, ott van 10 husi. De akkor vedd föl, ott van, vedd föl. Jó. 76 bőrünk van, szóval most megnézem még, hogy mit tudok megcsinálni. Oké. Várja, kell ilyen cucc a földről, ez a fiber. Elmegyünk akkor még dinót vadászni? Muszáj lesz, mert nekem is kell páncélzat. Oké. Na, akkor vigyünk magunkkal kaját, eleget, és öljük meg még pár dinót, plusz vegyünk ki
cuccokat az időgépünkből. Na mit szólsz? Csak meg kéne találni. Oké, és viszont olyan, mintha nem láttam volna az időgépet. Igen, amúgy én is láttam, hogy ott a helye, de nem volt ott. Szóval na. Érdekes. Máté, szóval nem baj. Most nagyon fogsz örülni. Na? Ugyanis. Oh, teljes szett. Gyerünk, Máté, vedd fel a teljes szettedet. Oszta! Ez nagyon menő. Páncél. Wow! A melvért. Asztal, hát ez nagyon jól néz ki. Oké, és utoljára a sapka. Wow! Ez is menő. Asztal, mennyi ármorod van, Máté? 100! Wow! Ez az, mennyi ne... Gyere, küzdjünk meg, béna! Elvett valamit tőlem. Aszta! Eltört a csúszlim, Krisz! Megevett belőled egy darabot! Jaj, ne! Ezeket olyan nehéz ezeket a madarakat legyőzni. Tényleg nehéz. Ez szerintem valami nagyobb szintű, mert ez nagyon sokszor eltaláltuk már. Hogyan könnyű ezeket legyőzni, srácok? Mosok támadni majd. Hát nem is jön le. Nem bírom eltalálni. Be béna vagy. Hát valamit kiütött kezemből. De hallod, mellé ütök mindig a bunkaos battal. Gyorsan megjavítom a... Nagyon szintű ez, nem igaz már, ez 10-szer addig bírja, mint a többi. Gyorsan megjavítom, nyugi Krisz. Tarts ki! Ja nem, nincs fiber. Akkor mindegy, akkor hagyjuk. És mengem üt. Neked hogy áll az életed? Fullos. Jó, és ezzel még kell 20 percig harcolni. Ezeket valahogy le kéne tudni győzni pedig. Mi a fene? Miért nem hal meg? Hát már leszettünk neki 100 millió nem életet. Nem tudjuk ütni azért. Dehogy nem, hát el szoktuk találni. Na mindegy, hagyjuk Krisz, mert nem bírjuk legyőzni még ezt a dögöt. Csak hogyha egy madárral nem bírunk elbánni, akkor mit várunk attól? Hogy ugye nem szedi szét a házunkat? Ez mindent kiszedett az inventorimból. Nekem semmit. Nekem minden, na, összes kajámat, meg mindent ellopta. Nincs nálam semmi. Máté, szaladjunk el! Szaladjunk el, majd erre is ki kell találni valamit később. Hát jó, csak nincs nálam semmi kaja. Nálam van, gyere utánam! De most ez komoly, 10 húsom volt! Most meg 0! Ez mindent kiszedett az inventorimból. Nekem semmi. Fúj, de kis undorító. Na mindegy, Krisztián, muszáj nekiállni. Hopp! Az a baj, hogy ezt se tudjuk utalérni. Igen, Máté, a balta az inkább bört szed, azt írja, és a csákány az inkább húst. Máté, szerintem ezt öljük meg ezt is, nem? Mert ez jó sokat ad. Oké. Okay. 3, 2, 1, met! Ugyanolyan gyorsan fut, mint én, az olyan idegestő. Ne, Máté, itt van ez a izé! A fenébe! Nagyon elfut. Nincs staminám, hogy utalérjem. Máté, vigyázz, ott vannak a madarak! Máté, inkább üssük ezeket a kis állatokat! Gyere, meg is támadtak! Megtámadtak! Nyugi, én bírom! És meg ez a nagy is idejött! Oké. Okay. Szóval Máté, a baltával kell ütni, amint ugye? Meghalt, baltával kell ütni. Jó. Ott egy dodó kacsa. A nagyot? Ott a nagy. Gyere, dög! Azt hiszed, hogy elbánhatsz velem? Megtámadott a dodó kacsa! Azaz, bevágott a falba! Friendsbe! És mi beszélek így? És nagyon! Jó van, na! Jaj, ne, dehidratált vagyok, fios, lemegy a partra inni. Degradált! Igen, én is dehidratált vagyok. Jó van, jó finom volt ez a patak. Itt van! De ne baltával üsd! Dehogy nem, hát az jól sebez. De nem sebezni kell. Eltűnt az időgépünk rész, ott volt pedig. Igen, eltűnt. Mi ez? Jaj, ne elúszik, francba. Elúszott. Nem hiszem, hogy messzire fog úszni. Azt egy trottyeszó volt. De, átment a másik partra. Na mindegy. Akkor ezt most nem sikerült elkapni. Hatalmas basszú. Traszom, mi az a... Ezt meg ne üsd itt. Ezt a madarat.
Itt követi ezt a dinót. Hülye dög! És elterik a izém, ezt nem tudom. Mire bal ez meg? Hanya szintű? 18-as. Ennyi vagy, te Máté, ugye a baltával ütöd? Baltával, igen. Jó. Azta! 26! Máté, dobd itt az összeset. Megjavítom a dolgaimat, mert alig van... Jó, van, javíts csak! Ajaj. Krisztián, ez agresszívnak tűnik. Szerinted ezt meg tudjuk ölni? Mit, a triceratopsot? Aha. Szerintem inkább hagyjuk. Hát fejlődni kell, gyakorolni kell nagyra. Máté, 76 cuccom van. 76? Igen. Azta. Hát abban már fogsz tudni kraftolni magadnak is, szerintem. Szerintem is. Lehet, hogy mindent le tudunk kraftolni. Oké, nézzük meg. Hát menjünk haza és kraftold le, ami kell. Jó. És akkor nézzük meg, hogy mennyi lesz, és hogyha még kell bőr, akkor visszajövünk. Az a madár, az még mindig ott kering. Most itt jön felénk. Ezt nem hiszem el. Mert ne menj oda, ne menj oda! Futás haza! Hülyettek! Amúgy nem is sebez, csak idegesítő. Értem, csak ellopja az összes cuccodat. Ja, az igaz. Be a házba! Hú. Jó. Jó van. Reméljük ide nem tud bejönni. Nincs fájberem. Nekem sincs. És komoly. Sőt, semmim sincs, mert mindent ellapott ez a büdös dög. Ugye a ruhát nem tudja róla lelapni. Remélem. Oké, szerintem ez elég fájber lesz. Jó. Lekraftolom magamnak is Máté a páncélzatot. És hogyha felöltöztél, akkor ezt ugye tudod, hogy mire vagyunk képesek, Krisz? Persze. Nem másra, mint hogy... legyőzni azt a bütös dögöt, de amúgy szerintem nem fog sikerülni, hogy őszinte legyek. Oké, okay, és Máté még kell sajnos 6 darab H7. Ezt is nem mondod, várja, nincs a ládában? Nincs. Ejj a fenébe! Ja, csak... és ide szarít. Csak tudod mi a probléma? Hogy mindenem el van törve, és semmim sincs, hogy újra csináljam. Azt a de menő, Krisz! Na jól van, Máté. Szerintem itt az ideje, hogy leverjük azt a dögöt. Vagyis még kell szednem cipőt, le kell kraftolnunk az íjat. És Máté, hidd el nekem. Oké. Okay. Hogy sikerülni fog. Ja, és egyébként srácok, azt is írtátok kommentbe, hogy abtal a narkoberritől, vagy mi a lószar az. Alszok el mindig, elvileg. Szóval ezt most már nem fogom megenni. Igen, itt vannak, hogy mire jók. És megint nincs húsom. Te húsatlan béna. A fenébe. Várj, oda teszek húsni sült. Jó, egy fám van, ezt nem tudok megsült. 9 húsom elromlott. Ezt nem hiszem el. Ezt a pancsert. És nincs, és mindjárt meghalok. Most fog meghalni. De miért, hol vagy? Gyere akkor ide, de miért veszted el a húsodat? Hát, ilyen béna vagy, hát nem miért igaz. Miért vesztem el? Hogy lehetett kérdezni. Na gyorsan feljavítom a cuccaimat. Csak nincs semmi, amivel fel tudnám javítani. Hát ez tökéletesen nagyon jó. Hol van bizé? Fa. Miért lopod el az összes fát? Te senki fa nem lopja el, el lett használva. Na jó, mert akkor elmegyek vágni fát. Ami 100 000 milliárd kilométerre van. Hát de azt nem kell itt, azt ott is megjavíthatod. Azt nem kell itthon megjavítani. Azt bárhol megjavíthatod. Szuper. Na, csak nem volt nálam semmi tud. Hát, és fogod a set, bakker. Miközben elmegyünk csinálni a dolgunkat. Ott a büdös disznó. Enyed! Máté, még le kell gyártanunk az íjat. És az kell gyártanunk hozzá nyilvesszőket. Az íjhoz mi kell, kedves barátom? Fiber, wood, meg fiber. Ha. Hát ez megvan. Szedjük a bokrot, szedjük! Okés. Na ezt nem szabad megenni, ezt a narkoberrit, ezt már tudom. És a majaberry elvileg az a legjobb, ami most nincs nálam. Ja, de itt van, majaberry. Le tudod gyártani az íjakat? Máté. Persze, hogy le tudom gyártani, mert le is gyártottam a sajátomat. Igen? Igen. Na, akkor én is kérem. Várj, adok hozzá fibert, itt van egy csomó. Fiber meg wood, ugye? Tessék. Azt a demenőn néz ki! Jó, és kell nagyon sok tech, nagyon sok fiber, meg nagyon sok fa, hogy sok nyilvesszünk legyen. Oké. Okay. Azaz van íjam, jujjá! Végre. Na nézzük, hogy milyen. Máté, ott vannak a nyilvesszők. Oké, okay, 29 nyilvessző. Azt ezt nem mondod. Ez sokkal jobban néz ki, mint az a béna. Csúzli. Szerintem most már úgy érzem, hogy közel járunk. Most már szerinted le tudnánk győzni ezt a nagy dínót. Szerintem most már nem vagyunk messze. Lehet, hogy még ki kéne próbálnunk az íjat, mielőtt megtámadjuk őt. Hát igen, kicsit az tisztában mindenféleképpen. Legyünk.
a dolgokkal. Krisz, akkor kipróbáljuk azon a madaron, vagy menjünk és keresünk valami könnyebb áldozatot. Szerintem az a madár jó lenne. Hát igen, én is úgy gondolom, csak az a baj, nagyon messze van. De lehet, hogy ott van egy másik. Hát magunk. És ide rotyászolok megint. Ja, és hát hallott, beszartam és kaptam egy bagyókat. Ja, meg kiszeregettem a szaramból a bagyókat, jó van. És itt zabáli, tömi a pafáját, ahelyett, hogy dolgozna. Na, Krisztián, szedd a írházat, meg a valagadat, azt menjünk már. Mert itt vagy már 20 perc egy csöndbe állsz, azt nézegeted a könyöködet. Hát mert nekem kraftolni kell a nyilvesszőt, én nekem nem olyan könnyű kis életecském van, mint neked. Máté, lőjük le azt a Pterodactylus rémet. Szerintem ne azt lőjük le. Az nem támad, az elmenekül. Hát ez nem a legjobb dolog. Akkor próbáljunk valami földi dínot, úgyis az hát kell majd. Hát tudom, én is azt mondom, hogy gyakorolni kell, gyere. Jó, oké. Akkor ott is van az a kis rozmár. A rozmár? Azon próbáljuk vagy azt szerinted az, amit öltünk? Igen, az. Próbáljuk ezen a rozmár, dagadt rozmáron. Na. Oké. 1, 2, 3! Fenébe elmenekül. Azaz, én mindig eltalálom. Azt, amit egy tüskés, ilyen kis valamicske. Azt a kis süni. Kisünisztük. Azt a. Ki lehet venni vajon belőle a... Visszakaptam. Mit? Tudom, és visszakaptam nyilvesszőt belőle. Igen. Hát ez így elég könnyű volt, nem azért mondom. Máté, itt van ez is, látod? Aha. Nézd, két oldalról támadjuk meg, és akkor egyikünk felé fog szaladni. Ja. Oké. Háromra. 1, 2, 3. Azt a rohadt! Ha? Ez is komoly! Ez szerintem már meg volt sebző. De nem, ez level 6. Nem, ez egy másik. Azt a! Ez nagyon durva. Ezt nagyon hamar kinyifantottuk, Máté. Ez most komoly. Ja. Ez ennyi volt? Hát ez nagyon durva. Máté, szerintem készen állunk. Még kell csinálnunk nyilvesszőket, hogy legyen elég. És utána szerintem meg tudjuk ölni azt a macskas dínót. Szerintem is. Jaj, ne, hogy kell visszavizélni a nyilvesszőt? Ja, mondjuk csak elveszem rólad a célkeresztet, az is lehet, hogy segít. Szerintem ne húzzuk tovább az időt. Itt az ideje, hogy nekiálljunk. És megöljük azt a macskas dagat, akire fáj a fogunk. Te is meg akarod ölni, kedves Dino úr? Ha igen, akkor köves! Kövessen az, aki meg akarja ölni a dinót! Most arra számítok, hogy hátranézek, és a fél dinó sereg követi. És senki nem követ, tehát ez mi a franc? Senki nem akar megölni. Ilyen kraftoló cuccot hol lehet csinálni? Mert láttam, hogy van ilyen crafting table-szerűség. Srácok, ti tudjátok, hogy hogy lehet ilyen... Smithy. Na, az mi? Place materials along with blueprints in this to create certain advanced forged items. Krisztián, az utolsó dolog, ami kell ahhoz, hogy legyőzzük ezt a büdös dagat, az, hogy legyen egy tutajunk, amivel át tudunk menni hozzá. Biztonságban. És esetleg, hogyha valami gáz lenne, akkor el tudjunk menekülni. Tehát, le kéne kraftolni. Oké. 250 wood kell hozzá, 75 hide és 125 fiber. Oké, és a fibert azt elég nehéz megszerezni. Hát igen. Meg a hide-ot se olyan könnyű, de elmegy az. A fát azt könnyű megszerezni. Oké. Úgyhogy szerintem, Máté. Mi ez? Szerintem fogjunk bele a gyűjtögetésbe, és találkozunk srácokkal, amint kész van. Jó? Jó. Na, srácok, megvannak a cuccok, szóval le kell kraftolnom a tutajt. Beraktad a ládába a dolgokat? Igen, mindent beraktam. Oké, nos, megvan minden. Ja nem, mert 125 fiber kell, akkor nincs meg minden. Hát ez az, mert valaki nem szedett fibert, csak egy valaki szedett. Az az én. Jó van már, te hazugdög. Az meg gyorsan összeszedjük. Na akkor meg is van, és akkor gyorsan lekraftolom. Hú, nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen ez. Mert amúgy tök érdekes lehet, hogy tutaj. Na, le is tudom kraftolni. Ez az! Juhú! Jaj, ne! Olyan sokat terhel rám ez a tutaj, hogy nem tudok menni vele. Akkor másokat ki kell dobnod az inventoritból. Hát, várjál, most talán eltok. Jó,
tudok menni, ez az. Az az. Jaj, ne. Beraktam a zsebembe a tutájt, és most nagyon sokat nyom. És fázom is. Nyugi, Máté. Ez egy nagyon kellemetlen szituációs tutajjal a zsebemben fázva. De annál nagyobb reménnyel, hogy le tudjuk győzni ezt a macskas dínót, ami tönkretette az életünket. Végre eljött a leszámolás ideje. Ez az. Erre várok már. Legalább vagy egy rész óta. Hát a játék eleje óta. Egy azonnal első részben már terrorizált, mint az a bidegdög. Azta! Leraktam! Ez segíteni fog minket, hogy le tudjuk győzni ezt a hatalmas dínót. Krisztián, készen állsz? Igen. A leszámolásra? De akkor ne 87 méterre gyere, legyél már, nem gyere már ide. Már is csak megjavítottam az íjamat. Okés. Jól van, Máté. Megjavítottam az íjamat. 43 nyilvessző áll rendelkezésemre. Szuper. Üljünk fel a tutájra, és menjünk át. És kapjuk el ezt a bütös tököt. Beszorultam! Jó. És ide szarik. Krisztián, indulhatunk? Igen. Gyerünk! Megtámadtak a madarak! Oszta! Egy lövéssel kinyírtam! Headshot! Jó, Krisztián! Vigyázz! Ne ugorj! Nem ugrok. Mert a piranyák már zabálják őket fölfele. Jó, Krisztián, ez egyértelműen nagyon könnyű lesz. Úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt. Jó, ugorjunk neki. Ki. Máté, keressük meg ezt a dögöt. Jó. Hol van? Mint ott láttam volna. Itt áll előttünk! Itt áll előttünk, Krisz! Macskas dög! Most véged! Meghalsz!